Sziasztok, üdvözöllek titeket! Én Niki vagyok, és a mai videóban szintén gyakorolni fogok, de most be fogok nektek mutatni egy pár evonás terméket. Lesz olyan is, amit most vettem, illetve most jött meg, illetve van olyan, ami vagy a Vinted, vagy a Marketplace-ről vettem át másoktól. Úgyhogy most, hogyha kíváncsiak vagytok erre a videóra, akkor maradjatok mindenképp velem. Hogy hol tartok most. Mindenképpen elő akartam készíteni az alapot, hogy ne legyen nagyon hosszú a videóm. Úgyhogy igazából ez az evonás alapozó, ezt már mutattam nektek az alapozós smink kollekciós bemutatós videómban, mert ez jó hosszú mondat volt. És úgy képzeljétek el, hogy ez azt hiszem a 410-es árnyalat, ami nekem megvan, igen. És amikor mi ezt használtuk a suliban, valahogy nem állt nekem jó. Annyira öregítette a bőrömet, és én ezt akkor megvettem, úgyhogy ez legalább egy éve itt áll nekem, és nem volt felbontva, nem volt használva. És úgy képzeljétek el, hogy most kipróbáltam, de most el vagyok ájulva, mert nekem is szép a bőrömön. Most vagy az volt, hogy nem volt még fogalmam róla, hogy hogy kenjen fel szépen, és sminkeltük, akkor nem volt valamiért szép, vagy nem volt normálisan eldolgozva, vagy csúszott a krém, vagy nem is tudom én, de most ki kellett mennem, háromszor is kimentem a kinti tükörbe, és egyáltalán nem ült be a ráncaimba, sőt, most teljesen el vagyok rájó ettől az alapozótól. Eddig csak a modellekkel használtam, illetve van egy lány, akinek ez nagyon-nagyon jó áll, és gondoltam, hogy kipróbálom ma én is, és most meg vagyok ezzel elégedve, és meg vagyok lepődve, hogy mégiscsak jó. És igazából az ár olyan 4-5 ezer forint környékén mozog. Pontos megnevezés a Face Advance Liquid Foundation, és amit szerettem volna ezzel mondani, hogy ugye ez már hivatalosan ez egy nacionális márkának mondják, sokan ugye azt mondják, hogy ebből az árakból azért már veszel jobbat is, van igazuk, viszont én amikor jártam a suliban, nagyon meg voltam vele elégedve, ez vízálló, tehát ez bomba biztos ez a smink, szóval aki mondjuk esküvőre készül, akkor szerintem ez a legjobb alapozó, mert tényleg nem olvad le, meg nincs semmi ilyen, és említettem egyszer, hogy volt egy lány, akit sminkeltünk, és ment utána a vizes fotózásra, tehát olyan volt az arca, mint akit akkor sminkeltek. Na és megmutatom, hogy miket szereztem be, ez a Vinted és a Marketplace. Nagyon nagy szerencsém volt, hála Istennek, nagyon nagy áldás ebbe, mert nagyon jól fogtam ki, és szinte érintetlenek, sőt, az egyik palettám az teljesen érintetlen. Ez az Evona oldalán, ez 16 ezer forint, 14 és 16 ezer forint között mozog. Ezt a lány nem használta, igazából megvette magának, és ott feküdt a polcán. Leveszem róla ezt a borítót. Igazából hány szín van benne? Most így hirtelen nem is tudom, de nézzétek meg mekkora paletta, és gyönyörű színek vannak benne. Nagyon szép színek találhatóak benne. És hát igazából nagyon sok mindent meg tudok ezzel oldani, azt hiszem 48 szín található benne. 8 szín található benne, de komolyan mondom, tehát hogy ez az egy paletta, ez mindent visz számomra. Nagyon szépek a színek, és ezt a lány nekem 4500 forintért adta oda. Sőt, még kaptam tőle evanás ecseteket is, tírozó. És én nagyon szeretem az evanának az ecseteit, én akkor nagyon megszerettem, illetve egy alapozó egy kabuki ecsetet, és én azt gondolom, hogy ezek nagyon jó minőségű ecsetek, és én akkor is el voltam tőlük ájulva, és most is. Na nézzük még, hogy mi az, amit vettem. Ez a pici paletta, ez egy korrektor paletta. Ezt most nem tudom nektek megmondani, hogy ez a Vinted, vagy honnan van, de tehát jó áron jutottam hozzá. Emlékszek, ezt viszont tudom, hogy használtam, vettem át az egyik lánytól, aki igazából vizsgára ment ő is, és csak a vizsgára vette meg, és ő eredetibe vette meg ezt, tehát hogy akkor ő volt az első tulaj, és ez a paletta, ez így néz ki, ezt is megtalálhatjátok az Evona oldalán.
Essential Beauty, szóval ez az Essential paletta, és ezekben pedig ilyen színek vannak, itt ide a kislánya belenyúlt. Természetesen le lett fertőtlenítve, nézzétek ezt a kék színt, milyen gyönyörű, az a zöld is, az aranyszín. Úgyhogy igazából arra készülök, hogy a sminket a maga a vizsgára ezekből fogom megcsinálni. Egyébként hozzáteszem, hogy vettem Murphy palettákat is. Teljesen még nem döntöttem el, hogy mivel fogom csinálni, de most tesztelgetem az evonás termékeket. Illetve van ez a gyönyörű palettám, ezt már mutattam nektek, ezt még a Turbo Stimitől vettem át, ez szintén érintetlen paletta volt. Ezt már nem is lehet kapni, tehát ez is gyönyörű paletta, és tényleg álomszép, tehát már a kinézete is, ez egy álomszép paletta. Illetve amit vettem még, ugye ez a pirosító paletta, hát ezekben gyönyörű színek vannak, és most is ez van rajtam, tehát ragyog az arcom tőle. Nagyon szép. Aztán van, ez ugye ez a picike három lépés, ezt azon a nagy palettával kaptam még a lányhoz, annyi, hogy ezt már ugye használta, de amikor lefertőtlenítette, akkor egy kicsit megsérült a doboz, de hát annyi a legkevesebb, amúgy 4-5 ezer forintba került, és ezt még úgy megkaptam tőle. Aztán amim van még Evanától, ezeket szintén, azt hiszem, ezt már nem a Vintiden vettem, és ezek is érintetlenek. Ezek rúzspaletták, és ugye megvannak a fóliái, megvannak a pici ecsetek is hozzá, amivel fel tudom kenni, illetve van még egy, szintén itt a fólia, azt már ott én nyúkáltam bele ott a modelleknek. Mind a két rúzspaletta szerintem nagyon jó befektetés volt, az áraire ezekre viszont tényleg nem emlékszek. Aztán, ami van még az Evanától, az 2 darab szájfény. 12-es és a 15-es árnyalatban van, meg teljesen azonosak szinte. Egy-egy árnyalat különbség van kettőjük között, viszont tényleg nagyon szép kikenve. Aztán ugye nekem már volt ez a transzparens púderem meg, illetve volt még ugye a szemöldök gélem. Szemöldökre viszont ami van nekem, ez az árnyalat, ez a 4-es árnyalat, azt hiszem, ami megvan, ez 5-ös, ez viszont az én szemöldökömre nagyon világos, viszont abba szerencsém van, hogy a modellnek pont jó, mert világos, és egyébként nagyon jók ezek is, és ott mondom már a suliba, hogy nagyon meg voltam elégedve. Igazából nekem ami van, az így ennyi, illetve még most rendeltem egy-két napja 2 darab dolgot az Evanától, mivel az akvafestést most tanuljuk, ezért egy ilyen akvapalettát, bocsánat, így mutatom, ez egy ilyen akvapaletta, teljesen új, ez érintetlen, ezt most vettem, ez maga a holnapjukról, tartozik hozzá 2 darab kis ecset, ami így néz ki, illetve maga a paletta az ezek a színeket tartalmazza. Azért nagyon jó, mert amit mi kaptunk a suliba, azokban nincs benne csak az átlagos színek. És ugye a kikeverés, hogy azzal is egy picikét csökkentsem az időmet, hogy ne kelljen kikeverni majd a vizsgán, hiszen a vizsgán a fantázias mink lesz, és hogy az apa festékkel az kötelező lesz, illetve ugye most jött egy csomagom, ehhez pedig annyit tettem még, hogy ez pedig egy bázis a maga az aqua alá. Az az igazság, hogy most múlt hétvégén vettük az aqua festést, és nagyon el voltam keseredve, mert nem olyan lett, amire én gondoltam, illetve nem nagyon volt még fogalmam az aquával, hogy hogy kell dolgozni, illetve egyetlen sminket készítettem el még tényleg a sára terhessége korszakában, amikor a glamour make-upban jártam, és az már nagyon régen volt, viszont itt a tanár mondjuk úgy, hogy hiányosan magyarázta el, illetve egyből ötlettel kellett mennem, hogy mit fogok tervezni, és belenyúltam egy olyanba, amit nem tudtam elkészíteni, nem is tudtam, hogy, és igazából alapozó és korrektor tettem alá, és csúszott le az egész, és nagyon csúnya volt. Kinézett úgy, hogy de hát az vizsgára biztos, hogy katasztrófa lenne, majd esetleg beteszem majd ide valahova,
hogy mi volt az elképzelés, és mi az, ami lett belőle, hiszen megbeszéltem a modellemmel, hogy esetleg majd megmutatom el. Az a baj, hogy egyébként a videó jobban visszaadta volna, de valamiért nem jutott eszembe, hogy videózzak. Na nézzük, ehhez van ilyen, direkt ilyen akvafestékkel ecsetek, amiben jónak tűnik. Kisbontom. Ezt még nem láttam. A maga az akva, az a 15 darab szín, ez már két napja megjött, de még nem nyúltam hozzá, csak próbáltam. Aha, ez már mindjárt másabb, ez az ecset sokkal élesebb is, és sokkal jobb lesz. Hát ezek sokkal jobbak. Hát persze, itt ezzel meg sokkal nagyobbat is le tudok fedni majd. Elég jó minőségűnek tűnnek. És van ferdecset is benne. Szóval azért elég jó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 darab ecset van hozzá. Maga az egész az ilyen gyönyörű kis dobozba érkezett. És néztem nagyon sok ilyen külföldi videót. Na de jó, még van ilyen kis kikeverőtál hozzá. Nagyon sok videót néztem, és ezt a P-Louise bázist teszik az aqua alá, amit néztem, hogy Magyarországon hol lehetne megrendelni, és az igazság, hogy nem nagyon láttam. Van egy oldal, ami talán valami ebbetűs, most nem teszem a neve, ahonnan meg lehetne rendelni, de félek azzal, hogy kifutok az időbe, úgyhogy ezért erre jutott a választásom. Ez a suliba akkor kezdték kifejleszteni, amikor én jártam, és kíváncsi leszek, hogy milyen. Igazából ez nem csak akvára való, hanem ez egy bázis igazából. Hú, de szép. Ez egy bázis, amit... így van, bocsánat, így volt. Szóval ez egy bázis, amit bármilyen sima smink alapján is tudok... Ez ilyen folyósnak kell lenni, olyan kicsit olyan krémes, vagy lehet, hogy olyan melegen megolvadt, vagy ilyennek kell lennie. Igazából nem hiszem, hogy ilyennek kell lenni, mert ott megnézitek, ott eléggé. Itt ez érdekes. Eléggé ott megmaradt a szín, a többi pedig olyan nem tudom milyen. Na mindegy, ezután utána fogok járni, hogy ennek ilyennek kell lennie. De minden esetre muszáj vagyok dolgozni vele és gyakorolgatni. Szóval ez a P-Louise bázis, amit akartam mondani, és mindenki ezt teszi a smink alá, és egyszerűen gyönyörű sminkeket tudnak készíteni vele. Timivel beszéltem, és elmondtam neki az esetet, hogy mi történt, hogy mi a véleményük erről a palettáról, és nem is ismerte, de hogy a Kriolán akvát használja, igen. És hát néztem azt is, de most egyelőre ez mellett döntöttem, mert nem biztos, hogy én utána azt ki fogom tudni használni, és akkor igazából árérték arányban meg 7-8 ezer forint teljesen jó. De és amit szerettem volna mondani, hogy ő is meglepődött ezen, hogy igazából rögtön fantáziás sminkkel kezdtünk, és hogy mi vigyük az ötletet, hogy nem is a tanár hozta. Sokan el voltak keseredve, mert hogy nem úgy sikerült, ahogy kellett volna. Úgyhogy most én is azon gondolkoztam, hogy csinálok simán egy csak egy szép sminket, és meglátom, hogy egyet, ahogy működik az aqua. Úgyhogy ez jön most. Mindent, hogy igazából fogalmam sincs, hogy jól csinálom-e. Amire szükségem van, ez egy kis tálka, amiben víz van, ugye maga az aqua, ugye ez a paletta lesz, illetve maga a bázis, amit alá teszek. És elvégben ugyanaz a szín, szűrőbázis kell alá, amilyen festéket fogok, és akkor erre megy rá a végén a por, amivel fixálok. Na, de akkor kezdjük el, és akkor használjuk az zöld csötüket, és akkor megpróbálok egy fehér kicsi gélt ide föl tapasztani. A következő pedig legyen ez a nagyon világos kék. Nyomom ezt a nagyon sötét kéket ide, csak a sarokba. Ha kevés a víz, az a baj. Ilyesmi lesz, hú, de szép. És nézzük itt elő. Elvégben sokkal szebb az átmenet, sokkal szebb intenzív színeket lehet elérni az akvával.
Mert már lehet, hogy vizes is. Kicsit beszedek. Ha ezt megtalálom, akkor biztos, hogy nagyon fogom szeretni ezt a technikát. Most hallottam, hogy a mennyeszős mégis minden sokkal szervezze, és tartósabb is. Na jó. Ezt ugyanúgy szépen el kell füstösíteni. Most olyan érdekesen ragadt. Nem tudom, fogalmam sincs, hogy mit csinálni. Következő szín a világos kék. Ami elég ilyen szép. De már ez is nagyon vizes. Érdekesen megáll. Jó, hogy ebből lesz. Az utolsót, ezt a nagyon kéket, ami úgy néz ki. Szerintem ezt nagyon meg kell még gyakorolgatni, mert biztos, hogy nem ez a technikája. Annyira utána ne csináljátok. De mivel nem tudom, magamtól kell rájönni. Ezzel megpróbálom a fehéret feltapasztani. Esküfogalmam sincs, mit csinálok. Fogalmat. Nagyon csúnya az egész, szóval eszméletlen csúnya. Teszem most ide, valamiért nekem ez... Nem jön össze, nem olyan, mint a videókon, hogy... Nagyon szépen elfüstösíthetem, meg nem tudom. Nem vagyok keseredve vele megy. Nem lehet ez olyan nehéz technika, csak nincs megmutatva. Vagyis hát elméletben le van még van, de hát nincs megmutatva. Az évesebb, hogy megnéztem a Timi videóját, de hát meg kellene néznem még egyszer, mert ott csak két színnel csinál egy nagyasszony sminket. De itt amit a kék obolt volna már a szín.
Nem tudom, hogy a bázist azt hogy kell alátenni, vagy hogy vagy műteni. Ott már nagyon bejött a fehér, de kell visszatenni a fehéret. Hú, hát ez nem egyszerű. A színes palettában nincs fehér, csak ebben van. És igazából így akkor nem nagyon van értelme ennek a sminknek, mert igazából ugyanúgy por. Nem is tudom szépen kiúrni. Mutatom, hogy ez a Pimasz akva, amit mi kaptunk. Nem egy rossz, csak ugye az alapszínek vannak benne. Most ide alulra ebből fogok a fehérbe behozni, mert nézem, hogy ezzel az alsóval milyen. Végül, ha fehér akvát használsz, és nincs színed, akkor bármilyen színre átapad. Na, én most csak eddig akarok ott fehérre, többit az ugyanúgy kék. Nem tudom, mit csinálok most, csak festegetek. Na, lejjebb, följebb, innen már. Az a jó az akvában, hogy csak egy mozdulat és már el is tűnt onnan. Simán le lehet szedni ki a utca.
sminkem az elkészült, de nem vagyok boldog az eredménye. Ilyen lett, mutatom. Abszolút nem vagyok elégedve az eredménnyel. Valami nagyobb drámai dolgot vártam ettől az egésztől. Füstösgetítem itt jobbra-balra is. Nem érek el jobb hatást. Igazából nem tudom kezelni ezt az akvár. Jó, az egy segítséget fogok kérni, ha nem kapom meg a sulitól. Úgyhogy muszáj átlátnom azt, hogy hogy működik ez az akva egyáltalán. Nem is tudom most hány órája kínodok ezzel a sminkkel, és oké, hogy kék meg a szép, a fehér az átment, de valamiért nem olyan, amilyennek én szeretném. Úgyhogy... De a termékek azok meg nagyon jó. Tehát igazából az összes a termékkel meg vagyok elégedve. Nem a termékkel van majd, hát ez a highlighter meg. Eszméletlen. Eszméletlen. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó. És most hamarosan felveszek nektek egy óriási, de tényleg óriási sínes holt. Még a sírről nem rendeltem. Most rendeltem először is. Olyanokat rendeltem, amiben a sulyóba kell, meg egy-két apróság is van mellé, illetve a gyerekeknek is volt benne, azt már kivettük. 65 tételt rendeltem, és az a csomag is ma érkezett meg, és minél előbb ki akarom bontani, mert hát használni akarom a termékeket. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok arra a videóra, akkor mindenképpen nézzétek meg. Iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek meg, és nagyon köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, illetve hát bocsánat azért a kilódásért, a smink az tényleg elkészült, de nem az igazi. Úgyhogy legyen nagyon szép napotok, és köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!